A Trainspotting 2 esetében az volt a legnagyobb kérdés, hogy szükséges-e 20 év után készíteni egy folytatást. Válasz természetesen nem, elvégre a 90-es évek talán legnagyobb európai kultfilmjéről beszélünk. A drog központú mozik egyik legnagyobb zászlós hajójáról, a film és reszketés Las Vegasban mögött pedig a második legjobb drogos filmről szerintem. Mégis reményre adhatott okot, hogy visszatért a teljes alkotó gárda, Danny Boyle rendezőtől kezdve Ivan McGregoron át, szint az utolsó mellékszereplőig. Az eredmény? Egy furcsa, de egyedülálló élmény. A történetre nem térnék ki részletesen, csak röviden vázolnám. Renton hazatér szülővárosába is találkozik egykori cimboráival, akik a múlt miatt természetesen neheztelnek rá. Látszólag boldog életet él hősünk, és csak nosztalgiázni érkezett pár napra, de a dolgok közel sem ilyen egyszerűek. A T2 a fanoknak készült első sorban, de önálló filmkét is megállja a helyét. Különálló sztorit mesél el, ugyanakkor nagyban épült multidézésre, és az előd megtekintése nélkül nyilván felekkora hatást nem fog elérni. Bolkik a csintásai, utalásai, mesteriek. Nem nyomja le agresszívan a torkunkon a nosztalgiát, pont úgy simulnak a cselekménybe ezek az elemek, hogy a néző el rajtuk. Gondolok itt Skócia legmocskosabb WC-jére, a kirándulásra a hegyekbe, a felkenődésre az autón, vagy épp a kultikus választ az életet monológra, aminek az újra gondolt formája nem kevésbé erőteljes és társadalomkritikus. Hallottuk már persze, csak nem így ebben a formában, és így is rohadt erős ez a szöveg. Nincs pofátlan másolás, csak igényes tisztelgés. Persze a T2 nem egy két órás utazás húsz évvel ezelőttre. Sokkal kevésbé lehet rásütni a drogos filmjelzőt. Itt az anyagaféle háttér, aminek az árnyéka ugyanakkor végigkíséri őseink életét. És ha már a főszereplőknél tartunk, boly sokkal inkább rájuk koncentrál, hogy hova jutottak, változtak-e, milyen életet választottak. Renton továbbra is a főszereplő, de az azaz Simon, Spade és Begbi hasonlóan előtérbe került. Mindannyiuk személyiségét, családi helyzetét részletesebben kibontják, ezáltal nem csak öreg drogosokat és alkeszokat látunk, hanem húsvér embereket. A renton utazásának valódi oka, szigboly csalásai, tervei, spad új célja és a leszokása, valamint a pszichopata állat Bagby kapcsolata a fiával, mindre megszállak, amik nem kuszálódnak össze, sokkal inkább velős drámát szolgáltatnak. Persze szó nincs arról, hogy mellőznék egyébként a humort, mi több, a folytatás sokkal viccesebb, mint az első rész. Morbid, olykor ízléstelen, abszurd, de kacagtató jelenteket látunk, amik néhol kifejezetten gyorsan érkeznek egy-egy komorabb rész után. Egyfajta érzelmi hullámvasúton érezhetjük magunkat, de boly megint csak tökéletesen keverte az arányokat. A színészek kifogástalan munkát végeznek, látszik, hogy szívből játszanak, és örömmel bújtak újra a karaktereik bőrébe. Nehéz ennyi idő után teljes értékű folytatásként tekinteni a T2-re, nem minden pillanata működik, az árás kiszámítható és kicsit érdektelen, bár az utolsó rend kétségtelenül szuper. Furcsa érzés volt megint rentonékkal lenni, de bármennyire is nem erre számítottam, képtelen vagyok elvitatni a zsenialitását. Ilyen az igazi szerelem projekt, aminél egyértelmű volt, hogy nem lesz képes hozni az előtt kultikusságát, mégis abszolút elégedettek lehetünk. Boyle utánozhatatlan stílusa, a kiváló dalbetétek, a klasszikus Iggy Poptól kezdve a modern Wolf alice a karakterrajzok, és persze a nagy adag nosztalgia, mind olyan erények, amik miatt emlékezetes marad a film. Hogy húsz év múlva is így gondoljuk-e, hát azt majd az idő eldönti, de semmiképp sem lehet felesleges folytatásnak nevezni a T2-t. Köszönjük Rentonéknak, hogy az életet választották. Az már az ő dolguk, hogy miért. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha láttad a filmet, vagy akár az első részt, akkor írd meg a véleményed kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csácc!